Sziasztok, Anamé vagyok. Ma az étkezésről szeretnék nektek beszélni, úgyhogy egy picit hosszabb leszek, de nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, meg a türelmeteket. Ott kezdődik a történet, hogy én eleve olyan emésztéssel születtem, ami nagyon nem volt rendben. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon korán elkezdtem megfigyelni, hogy milyen a jó táplálkozás. És amikor meg már tudatos is lettem ebben, akkor elkezdtem nagyon sokat tanulni erről, nyilván a szakirodalomból. És olyan 8 vagy 9 évvel ezelőtt voltam a Hippokrates Intézetben, Amerikában, és ott is nagyon-nagyon sokat tudtam még tanulni. Mert hogy a kaja az egy fontos dolog, mert úgy akartam élni, hogy ne nyomjon a kaja, vagy éhessé tegyen, erről majd beszélek, hogy lehet éhesnek lenni a kajától, hanem úgy akartam ezt csinálni, hogy sugárzóan erős legyek, és szolgálja a gyakorlásomat. Úgyhogy rengeteget kísérleteztem, meg nagyon sokat tanultam, ezt szeretném nektek elmesélni, hogy volt. Hát nem asramba születtem, hanem húsevő családba, és abból is különösen durva húsevés folyt. Tehát, hogy igazából ilyen csirkefarhát, tepertő, ezeken nőttem föl, véres hurka, velő, mármint hogy agyvelő is, meg máj, ilyenek. És nem nagyon volt mellé más, tehát fehér kenyér vagy fehér rizs. És egyszer nagymamám kérdezte, hogy kér sajtot, hogy mondom, kapok sajtot, úristen, hogy ez ilyen csodálatos, igen kérek, és kiderült, hogy disznó sajt volt, úgyhogy ilyen volt a feeling. Meg emlékszem arra, hogy annyira szerettem volna valamit enni, amiben van valami jó, ami kell nekem, hogy egyszer volt, hogy megettem egy citromot magába, mert nem volt semmi más, ami a hűtőben, amit úgy jónak éreztem volna. Úgyhogy alapvetően a gyerekkori kaják, az én okos gyerek voltam már akkor is, és akkor észrevettem, hogy ez olyan bolygó tulajdonképpen, ahol a táplálkozás egyet jelent az öléssel, meg az állandó hasfájással. Nem tudtam értelmezni, de hát gyerekként kénytelen voltam elfogadni, hogy ez van. Aztán amikor már nagyobb ráhatásom volt erre a témára, akkor abba hagytam a húsevést, és alapvetően nem tudom, hogy ismeritek ezt a jelenséget, hogy amit ettem, az mondjuk rántott sajt, sült krumpli, meg lekváros palacsinta, mondjuk ilyen menük. És ezért mondják azt, hogy a vegetáriánus étkezés az nem egészséges, mert hát ez tényleg nem egészséges. Úgyhogy lehetett is érezni utána mindig a kajakómát. Aztán, ahogy utána olvastam a dolgoknak, meg kísérleteztem magamon, abba hagytam a tejterméket, a tojást, és tulajdonképpen így minden állati dolgot kizártam az étkezésemből, és ez már egy fokkal jobb volt, mert hogy éreztem, hogy kicsit több az energiám, ezt hívják úgy, hogy vegán táplálkozás, de még mindig azt éreztem, hogy valami hiányzik. Arra is elkezdtem figyelni, hogy ne csak kizárjak dolgokat, hanem hogy betegyek olyan dolgokat, amik meg jó. Úgyhogy amiket ettem, azok tápegészek voltak. Ez azt jelenti, hogy fehér rizs helyett barna rizs, fehér kenyér helyett teljes kiörlésű kenyér, és cukor, kristálycukor, fehér kristálycukor helyett pedig agávé vagy stevia, tehát olyan édesítők, amik szintén egészségesebbek vagy teljesebbek, mint mondjuk a fehér cukor, ami mindentől meg van fosztva. És azt találtam ki igazából, hogy még ez nem elég nekem, mert hogy ebben még mindig benne volt a minőségi éhezés. A minőségi éhezés az azt jelenti, hogy az ember mennyiségileg eszik eleget, tehát nem mennyiségi éhezésről van szó, de megvan az az érzés kaja után, hogy jó, úgy ennék még valamit, és akkor az ember így kutat, hogy mit tegyek még, ezt nem tudom, hogy ismeritek-e. Vagy pedig, hogy túl hamar éhes lesz az ember a kaja után. Ez azért van, azt jelenti a minőségi éhezés, hogy nincs annyi tápanyag a kajában, amit eszünk, hogy elég legyen. És én azt kerestem, hogy lehet úgy kajálni, hogy ne kelljen a kajával foglalkozni, hanem csak biztosítsa azt a sugárzást, amit én szeretnék, hogy fenntartsa, és ne kelljen 2 óránként enni, mint ahogy a vegák szoktak, vagy 3 óránként. És ahogy most táplálkozom, vagyis táplálkoztam, mielőtt elindultam ide, az nagyon nagy mennyiségű saláta volt, zöld levelek, meg zöld levek. Tehát ez a 2 komponens alapvetően, ez nagyon-nagyon jól működött, mert ebben tényleg benne van minden tápanyag. Meg hát a nyersvegán étrend az azt jelenti, hogy nem hőkezel, tehát még inkább egészben maradnak a tápanyagok az ételben. És ezt nyilván olajos magokkal ki lehet egészíteni, tehát vegán, meg vannak benne akár csiráztatott gabonák is, mint például a quinoa. Szóval ez már tényleg olyan étrend, ami minőségi, és tényleg működik. Viszont azt vettük észre Gáborral, hogy mióta elkezdtünk gyakorolni, csak negyed annyit tudunk enni, mint eddig. És ezen már annyira látszott, annyira durva volt, hogy már végig röhögtük ezen a témán az utat, hogy
Hát menjünk enni, tudod? Hát nem is tudom, menjünk enni. Hát majd esetleg egy adagot eszünk ketten, aztán meg még hazahozzuk a maradékot. Vettünk egy sütit, és két napig ettük ketten Gáborral, és nem tudtuk megenni pedig. Ez egy nyers vegán süti volt, mandulából készült, datójával volt édesítve. Még valami, amiben cukor volt, de akár nátszukor is, tehát nyilván kristálycukrot nem eszünk, de amiben mondjuk nátszukor is volt, ezt már nem tudtuk megenni. Tehát hogy olyan mértékben alakult át a táplálkozásunk, hogy teljesen megdöbbentő. És kipróbáltuk, hogy túlesszük magunkat, és ez történt, hogy itt a gyomorszájunknál megjelent egy ilyen felfelé nyomó érzés, ugyanúgy, mint a testfélév gyakorlatánál. Úgyhogy úgy látszik, hogy eddig sokkal nagyobb mennyiségeket ettem. És most meg érzem azt, hogy sokkal kevesebb elég. Tehát olyan, mint hogyha ez a terület, a köldök tájéka, a has, az visszarendezte volna magát, úgyhogy egyrészt nem kellenek neki olyan kényeztető dolgok, mint például a cukor, másrészt a mennyiségekkel nagyon meghúzza a határt a testem. És amiről beszélek, az nem dogma. Tehát amikor azt mondom, hogy szerintem a gyakorlás mellett érdemes úgy kajálni, hogy az ember vegán étrenden van, és abból is nyers dolgokat eszik alapvetően. A nyersekből pedig szintén nagyon jó a zöldleveles cucc, meg mellé a zöldlevek. A zöldlevekben rengeteg tápanyag van, tehát akkor már nincs meg a minőségi éhezés, hanem helyette van ez a jó lakott érzés, amikor kitölti a testemet az erő. Én ezt keresem, és ebben a táplálkozásban meg is van. Úgyhogy ez egyáltalán nem dogma. Úgy született ez a dolog, hogy kísérleteztem, hogy gyakorlás mellett mi a jó, meg nyilván utána is olvastam, megtanultam mindent, amit lehetett erről. De én arra biztattalak téged, hogy próbáld ki, és akkor fogadd el, hogyha nálad működik, mert alapvetően ez egy kísérleti tudomány. És még valami, amiről már beszéltem máskor is, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem az étkezés az magától áll be a gyakorlás hatására. Mert hogy a gyakorlás hatására egy magasabb energiaszintre kerülsz. Egy magasabb energiaszinten egyszerűen nevetségesnek tűnik, vagy elképzelhetetlennek olyan dolgokat enni, amik nem a saját energiaszinteddel analógak. Tehát egy magasabb energiaszinten magasabb energiaszintű ételeket kíván az ember. És ugye soha nem lemondás, hanem egyszerűen csak úgy adja magát, az esik jól, vagy azt kívánja az ember. És ezzel kapcsolatban még szeretnék valamit mondani. Az egyik az, hogy az öröm az nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ha nem kajálsz így, akkor nehogy bűntudatod legyen egy pillanatig se, hanem amit megeszel, azt élvez nagyon. Én azt látom, hogy az égiek nagyon-nagyon boldogok, nagyon-nagyon örülnek a mi örömünknek. Sőt, igazából ezzel az örömmel tudsz összeköttetésbe kerülni velük. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit eszel, de edd nagyon nagy örömmel és hálával. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a rengeteg dumát meghallgattátok. Hálásan köszönöm nektek, hogy velem vagytok. Találkozunk holnap is. Sziasztok!